30-szoros árat kér a szolgáltató a gázért, már kérhető az influenza elleni védőoltás, és újabb adomány érkezett a Teuton lovagrendtől. Ez a Pápavárosi Televízió híradója pénteken. Köszöntöm nézőinket! 30-szoros árat kér a szolgáltató 2023. januárjától az önkormányzat tulajdonában lévő két ingatlan gázellátásáért, tájékoztatta a Pápai Médiacentrumot dr. Áldozó Tamás polgármester. A beérkezett levélben a gázszolgáltató arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a mostani 100 forint per köbméter árról 3067 forint per köbméter árra emeli a gázfűtés díját. Az új árak az Ötvös utca 19-21 számú épületre és a Városfejlesztő Társaság Kft. Téglagyári úti telephelyére vonatkoznak. A polgármester hangsúlyozta, ez a módosítás vállalhatatlan, nincs az a közgazdasági magyarázat, amely ezt elfogadhatóvá tudja tenni. Eddig két önkormányzati gazdasági társaság kapott ajánlatot a gázszolgáltatás árára, ezek 17-szeres díjról szólnak, a Várkertfürdő pedig már most 12-szeres áramdíjjal működik. Most két önkormányzati ingatlan gázszolgáltatására is beérkezett az új ára a Városházára. Most következett el az a pillanat, amikor az eddigi szolgáltató partnerünk két fogyasztási hely tekintetében a hatályos szerződésünk alapján az új árakat közölte velünk. Ezeken a helyeken, ez az Ötös utca 19-21, illetve a Téglagyári úti Városfejlesztő Kft. Által használt telephely, eddig ugyancsak hozzávetőleg 100 forint per köbméter áron vásároltuk a gázt, és a mostani értesítés szerint ez az ár megváltozik, nem 17-szeresére változik, hanem 30-szorosára. Ez azt jelenti, hogy a mostani 100 és 107 forint per köbméter ár helyett január 1-től 3067 forint per köbméter áron kapná a gázt az Ötvös utcai épület és a Téglagyári úti telephely. Ez a vállalhatatlan, ezt nem fogadjuk el, ezt a módosítást, ez azt jelenti, hogy ez a szerződésünk meg fog szűnni, és árajánlatot fogunk kérni ezekre a fogyasztási helyekre. Hogy aztán azok az árajánlatok majd mit fognak tartalmazni, ezt ebben a pillanatban nem tudjuk. Mi arra készülünk, hogy ezeket a helyeket végszükség esetén ki tudjuk váltani. A városvezető felháborítónak tartja ezt az áremelést, mely azt jelenti, hogy amit eddig 10 000 forintért kapott a város, azt most 300 000-ért kapná. Nem létezik az a közgazdasági magyarázat, amit hajlandó vagyok elfogadni. Származom bár a kormány sajtóból, ellenzéktől vagy szakértőtől, esetleg Hájó Kovácsoktól, meg Bél Jósoktól, ami elfogadhatóvá teszi számomra azt, hogy egyharmadára, egynegyedére esett világpiaci ár mellett a korábban fizetendő vagy fizetett gázár 30-szorosát, vagy akár még többet kellene nekünk megfizetni. Ilyen árak mellett a város intézményei csak akkor tudnak működni, ha a kormány kompenzációt nyújt az önkormányzatnak, hogy az alapfeladatait el tudja látni, hangsúlyozta a polgármester. Az elmúlt hetekben Pápára is megérkeztek az influenza elleni védőoltások. Városunkban 10 házi orvos és 4 gyermekorvos végzi az oltások beadását. Az influenza elleni védőoltások elsődleges célja a súlyos, kórházi ellátást igénylő megbetegedések és az influenza okozta halálesetek megelőzése. Az influenza vírusok szempontjából a kockázati csoportba tartozók védőoltása a legfontosabb. Az oltás biztonságos és egyben segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket okozó, esetenként súlyos szövődményekkel járó betegséget. A védettség az oltás beadását követő 2 hét után alakul ki. A Teuton Lovagrend Magyarországi Szervezetének központja Pápán van, így kézenfekvő, hogy Németországból ideérkezik és innen osztják szét az adományokat. Ma reggel egy telepakolt kamion adományt raktak le a Család és Gyermekjóléti Szolgálat raktáraiba, hogy a pápai és környékbeli kisgyermekes családoknak kiosszák a jövő héten. Amint az már a legutóbb is bevált, a nálunk megmaradó bébiételt és gyümölcsleveket eljuttatják az ország más részeibe is a települési önkormányzatok szövetségén keresztül. Mivel a Teuton Lovagrend magyarországi központja, pápa és a tartomány vezetője dr. Áldozó Tamás városunk polgármestere, pontos rálátása van a csomagok összetételére és mennyiségére is. Dr. Áldozó Tamás a Települési Önkormányzatok Szövetségének is az elnöke, természetesen ebben a körben ajánlotta fel a megmaradó mennyiséget. Ha ilyen igen nagy mennyiségű bébi tápszer érkezik, amelynek korlátozott a felhasználhatóság ideje, és
korlátozott azonnak a családoknak a száma is, akik ezt fel tudják használni Pápán és környékén, akkor azt a fölösleget, ami nem szabad, hogy tönkre menjen, tehát túlfusson a szabatosság időn, tehát azt a fölösleget akkor felajánljuk más önkormányzatok számára. Ezeket az önkormányzatokat a TEOSZ információs rendszerén keresztül érjük el, ugye a Település Önkormányzatok Országos Szövetségének a hálózatán keresztül, és ahogy kolléganőm elmondta, az ország egyébként szegény, távol lévő vidékeiről jelentkeztek már polgármesterek, hogy vinnének ebből, Borsod megyéből, Szabolcsból, tehát tényleg olyan helyekről, ahol egészen biztos, hogy nagy szükség van rá. Kétféle bébi tápszert, háromféle szénsavmentes gyümölcslevet és egy kész ételt hoztak most, amit hamarosan ki is kell osztani. Ezeket a bébi ételeket most nagyon pontosan be kell határolnunk, mivel mindegyik termék december közepén sajnos le fog járni. Éppen ezért szorosan próbáljuk tartani a korhatárokat, és előre szeretném tájékoztatni a tisztelt érdeklődőket, kedves édesanyákat, hogy 0-tól 6 hónapos korú gyermekeiknek csak és kizárólag tápszert tudunk adni. 6 hónapos kortól pedig az összes többi terméket osztjuk, ezek is le fognak járni egy hónapon belül. Már az osztás időpontját is megszervezték az időszűke miatt. Ezúttal csak egy osztás lesz jövő csütörtökön, november 10-én, 8 és 12 óra között a Forfa épületben, a Spartacus pálya mellett. Ősszel megváltoznak az időjárási és látási körülmények is, ezek befolyásolják a vezetés biztonságát. Erre hívja fel a figyelmet az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság Látni és Látszani kampánya. A pápai rendőrkapitányság is csatlakozott az országos kampányhoz, melynek fontos eseménye a Light Friday. Ennek keretében ma az érdeklődők ingyen juthattak hozzá különböző láthatóságot biztosító eszközökhöz. A pápai rendőrök az egyik bevásárlóközpontnál várták az érdeklődőket ajándékokkal és jó tanácsokkal. A Látni és Látszani kampány október 17-e és december 4-e között hívja fel a figyelmet az őszi időjárás okozta vezetésbiztonsági kihívásokra. Ennek egyik eleme a november 4-i Light Friday. A járókelőknek nagyon-nagyon kedvezményesen adunk át láthatóságot segítő, kiegészítőket, közlekedésbiztonsági eszközöket. A kedvezmény tehát 100%-os, egy köszönet az ára minden termékünknek, és bízunk abban, hogy nagyon sokaknak tudunk segíteni a balesetmentes közlekedésben egy-egy ilyen ajándék átadásával. Az ajándékok között voltak felnőtt és gyermekméretű láthatósági mellények és szilikonos kerékpárlámpák is. Van egy speciális hátsó lámpánk is, ami bekapcsolva piros lézercsíkot húz az aszfaltra, tehát nagyon hasznos, nagyon-nagyon megkönnyíti a kerékpárosok láthatóságát, illetve van esernyőnk, ami már megfogyatkozott, és a legkelendőbb volt, mióta ide kitelepültünk 9 órától. De népszerű volt a fényvisszaverő karpánt is. Amit akár a csuklóra, akár a bokára is fel lehet tenni, és nem csak a kerékpárosoknak hasznos, de akár a gyalogosoknak, vagy azoknak is, akik szeretnek, és még futnak sötétben. A rendőrök nem csak ajándékoztak, tanácsokkal is szolgáltak. Tomena György élt a lehetőséggel, megkérte Császárné Elek Veronika kiemelt megelőzési főelőadót, nézze meg, jól felszerelte a kerékpárja láthatósági szempontból. Megdicsérte Vera, hogy minden van rajt, sőt a lámpában kettő dupla is van, mert itt elő is van egy, hátul is van egy, piros meg egy fehér, meg külön a géphez is van rendszeresítve külön lámpa, tehát hogyha valamelyik fölmondaná szolgáltatott, a másik azt használnám. A Light Friday program nagyon népszerű volt, szinte soha nem volt üres a rendőrök sátra. A Pápai Szakképzési Centrum Acsádi Ignác Technikum és Szakképzői Iskola vendéglátós diákjai meglepetéssel készültek a mai napra. Terített asztallal várták társaikat, melyen csupa olyan finomság kapott helyet, mely maradékok felhasználásával készült. Így például maradék főtt burgonyából pogácsa, maradék pörköltből húspástétom és a főtt rizsen ment veszendőbe finom rizsgolyókat sütöttek belőle. Martin Norbert oktató elmondta, hogy a tanulók figyelmét mindig felhívják arra, hogy ne pazarolják az ételt, és ezzel a tálalással is az újrahasznosításhoz szerettek volna ötleteket adni. Igazi késő őszi idő vár ránk holnap. Nézzük a részleteket.
Szombaton továbbra is egész nap borult lesz az ég, reggeltől kora délutánig ismét előfordulhat gyenge eső. A szél egész nap élénk lesz erős lökésekkel. A hőmérséklet visszaesik, a maximum hőmérséklet 9-11 fok körül várható, éjszaka pedig 6-7 fokig hűl le a levegő. Az MH Pápa bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint vasárnap is erősen felhős, borult lesz az ég, a felhőzet átmeneti felszakadozása a délutáni és esti órákban várható, így reggel és délelőtt még előfordulhat gyenge eső. Az északnyugati szél reggel még élénk lesz, aztán délelőttől mérséklődik. A legmagasabb hőmérséklet a hét utolsó napján 11 és 12 fok körül alakul, éjszaka pedig ismét 6-7 fokig hűl majd le a levegő. Hétfő reggel erősen felhős, borult lesz az ég, párás, ködös lesz a levegő, és ködszitálás is előfordulhat. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Pápavárosi Televízióban pénteken. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk majd, nézzék akkor is a híradót, és addig is a Pápavárosi Televízió műsorát. Viszontlátásra!